Az Újpest elleni 3-1-es győzelmet követően lépett pályára az MTK otthonában a Viktória FC. A szombathelyek az első félidőt gyakorlatilag végig védekezték, csupán bírókapusnak köszönhették, hogy egyszer sem rezdült meg a hálójuk. Térfécserét követően aztán már adódott zitszel a vasiak előtt is, de tárosi lövését Szőcs hárítani tudta. A derbi végelőtt néhány perccel Turányi kézzel állított meg egy szombathelyi akciót, amiért a játékvezető piros lappal jutalmazta. A 18 méteres szabadrugást viszont Manhart nem tudta góra váltani, így pedig maradt a 0-0-es döntetlen. Az elsődleges dolog az az volt, amit megpróbáltunk megbeszélni a mérkőzés előtt, mert amit gyakoroltunk egész szintesen szinte nem kaptam vissza, úgyhogy ez egy, egy elég érdekes volt így nekem is. Nyilván voltak játékosok, hogy megpróbáltak 100%-ot teljesíteni, de nagyon sokan a, teljes, a tudásuk alatt teljesítettek, úgyhogy ezt most a héten rendbe kell rakni. Az MTK csapatánál a nyári szünetben komoly változások történtek. Tulajdonképpen azok a játékosaik távoztak, akik a találataik zömét szerezték. Így nem csoda, hogy a fővárosi gárda gólképtelennek bizonyult a szombathelyiek ellen. Most kezdjük összerakni a csapatot. Tulajdonképpen elmentek nagyon sokan, és hát pont azokba a pozíciókba, amik a mai mérkőzést is eldönthették volna, gondolok itt a Pádára, Anitára vagy a Kajánzsanira, azért ezeket a helyzeteket az ő rutinjukkal, vagy az ő ö, intelligenciájukkal, ezeket mind góra tudtuk volna váltani. A Victoria Trend Optika FC két fordulót követően négy bajnoki ponttal rendelkezik, amivel a tabella harmadik helyén áll. Csordás Csaba tanítványai legközelebb az ezüstérmes pozícióban állomásozó Eto FC Győr vendégeként lépnek pályára. A találkozó augusztus 28-án vasárnap 16 órakor kezdődik majd.